ellen, és az ige által is gyógyuljon, legyen Isten áldott ezért. Szeretnénk a mai Isten tisztelet élettanulással kezdeni. A nagyobbik lapon található éneket fogjuk énekelni az elején. Jöjj el az élet vizéhez! Kiknek ismerős az ének? Jó lesz. Az enyémeknek, a hétköznieknek kell, hogy ismerős legyen. Jó? Aki ismeri az éneket, énekelheti velem. Első versével megmutatjuk a többieknek, aztán újra kezdjük. Ügyes kis dallama van, tehát újra kezdjük az éneket. Jó, és minden versével hogy menjen az ének végig. Kérjünk ezzel áldást az ige hirdetés szolgálatára. Szeretettel köszöntjük körünkben a tiszteltő asszonyt, aki ma az igét hirdeti közöttünk. Áldja meg Isten az ő ajkát, hogy valóban az hangozhasson el, amit ő elkészített nekünk. Énekeljük tehát az éneket újra, mind a három versével végig. Jöjj el az élet vizéhez, nélkülök szomjas a szív, árok alól szabadul szív, ő urad, ő aki hív. Jöjj hát siess, jöjj már el, vége a földön az bűt odaát, itt van az élet a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj meg újulni e vízben, új lesz a hit szeretet, elmúlik itt, ami régi, s kezded az új életet. Jöjj el, siess, jöjj várj el, vége a földön az bűt odaáll, itt van az élet a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj meg újulni e vízben, Jézus kínál. Segítettél bennünket. Köszönjük, hogy nincsenek olyan hóakadályok, mint például voltak tegnap, hogy a környékről ide selegredhettünk a te lábaidhoz. Köszönjük néked, Urunk, hogy az élet vizéhez jöhettünk, ahogy énekeltük. És köszönjük, hogy engedtünk a hívószónak. És köszönjük, hogy engedelmeset tudtunk lenni. Annyi minden más teendünk volna, mint ahogy sokaknak másoknak, akik elmaradtak, mert úgy gondolták, hogy még ezt, azt, amazt meg kell csinálni, mert különben nem lesznek készen. Köszönjük néked, Urunk, hogy sikerült elszakadnunk attól a vonaltól, attól a sürgéstől, forgástól, és elcsendesedve most itt rád figyelhetünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy elkészítetted számunkra az élet vizét, elkészítetted számunkra a lelki eledelt,
te igéd által, és kérjük lelkedet, hogy add ránk, add közénk, add belénk, hogy tudjon munkálkodni közöttünk bennünk, gazdagon. Tegye az igét érthetővé számunkra, bennünket készítsen el jó talajföldnek, hogy az ige maga, ha belehull, akkor megteremhesse a maga gyümölcseit. Az Úr Jézus Krisztusért kérjük, hogy hallgass meg könyörgésünket, Urunk, mert mi magunk méltatlanok volnánk még csak a szánkat is kinyitni, és a nevedet szánkra venni is. Istenünk, így legyen áldás mindannyiunkon, akik itt megjelentünk. De Urunk, azokkal is te légy, akik igyekeztek volna, de valami oknál fogva, mégsem tudtak itt megjelenni ma este. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kárt testvérek, Istennek igéd Jakab apostol leveléből olvasom a negyedik rész teljes terjedelmében, valamint az ötödik résznek részletei. Így szól hozzánk Isten igéje. A kis külön ige szakaszoknak a címeit is olvasom. Az irigység gyalázatossága. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Alázatosság ajánlása. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De majd nagyobb kegyelmet áll, ezért mondja, az Isten a kedélyeknek ellenök áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet áll. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorgodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Ne szóljátok meg egymást atyám fiai, aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírálja vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni. Kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Óvás magabízástól. Nos, ha immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Fele barátaink iránt való türelmességről. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak elővetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólódtak. Ímé boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrést hallottátok, tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
a könnyelmű esküvésről. Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, sem semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek. Az imádság erejéről. Szenvedély valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzátok hasonló természetű, és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. A megtévedtek iránt való szeretetről, atyám fiai, hogyha valaki ti köztetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejű útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Eddig, kedves testvérek, a felolvasott ígéje Istennek. Én 2 verset, mondva 3-at szeretnék külön kiemelni ebből a hosszú sorból. Minden egyes szava egy-egy prédikáció alapjául szolgálhatna. Nagyon gazdag ez a 2 rész, mert a 4. és 5. részből hallottunk most verseket. A 4. résznek olvasnám fel még egyszer a 4.-5. versét, mely így szól. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Hogy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. És az 5. résznek pedig 16. versét, mely így szól. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, a kedves ismerős arcokat, így már lassan ezt elmondhatom, hiszen már elég gyakorta látjuk egymást, találkozunk egymással különböző alkalmakon. Istennek legyen ezért hála, és külön nagy öröm számomra ez a vándor evangelizáció. Ezt elmondtam Nagyvisnyón is, amikor nálunk volt az alkalom, hogy én nosztalgiázom is egyben, mert az előző helyemen ugyanezt csináltuk, csak az imahét, az ökumenikus imahét alkalmából, ami ugye január közepén van, vagy inkább második felében van, és ott különböző települések, de ott a katolikus és a görög és római egyház is részt vett ezen az alkalmon, és ott is hömpölygött a nép faluról falura, és nagyon élveztük ezt a találkozást, ezt az együttlétet. És most ennek a hangulata jön nekem vissza, és nekem ez nagyon kedves dolog, nagyon szerettük ezeket az estéket. És ezek is nagyszerűek, és amint szintén utaltam már, tudom, hogy nem véletlenségből történnek ezek a dolgok. Isten az ötleteit, Isten az ő különböző belső hangjait, amit belénk helyez, és az ő lelke által bennünk megerősít, hiszem azt, hogy nem véletlenül teszi. Úgyhogy ennek az ötletenek a gondolata is, és lám-lám Istentől elkészített dolga is volt ez, hiszen látjuk azt, hogy van keletje, és látjuk azt, hogy megvan ennek a haszna. Isten könyörül rajtunk, és bőséggel ad az ő tárházából mindnyájunknak. Szórja ránk 2 kézzel áldását és az ő igényét. Drága testvérek, ahogy hallottuk a felolvasott igét, talán megfogalmazódhat bennünk, hogy hűha, nem kimondottam karácsonyi szeretet, és ennek a melegsége, és gyönyörűsége, és csodálata, és meghittsége, amiről ez az apostol most itt nekünk beszél. Hát valóban nem az, de mégis időszerű.
És a karácsony nagy hetében is időszerű. Mert olyan dolgokról szól Istennek az igéje, amely meg kell, hogy állítson bennünket is, és el kell, hogy a nagy szeretet és a nagy adakozás és a nagy ajándékozás és a nagy családi összeborulások közepette, erre is odafigyeljünk, és komolyan vegyük az isteni figyelmeztetéseket. Mert nem csak a karácsonyi ünneplés jön, nem csak a Szentestének a csodálata jön, és a meghittség és gyönyörűsége, hanem jön az úrvacsora, amit karácsony első napján veszünk, és ahol előtte meg kell, hogy előzze a bűnbánat. Aztán a bűn bocsánat. És utána pedig a megüresített mi voltunkba oda járulni az Úrnak szent asztalához. És én úgy érzem, hogy ez az igen, ezek az igék, amely most felolvasásra kerültek, erre indítanak bennünket. Ebben a nagy örömteli találkozásban és örömteli ünnepkészülődésünkben is. Figyeljük csak meg, testvérek, a Jakab apostolnál itt a negyedik részben, amikor milyen a megszólítás. Ugye nagyon-nagyon érbevágó, parázda férfiak és asszonyok. És most gondoljuk el, hogy ez a megszólítás Jakab apostol részéről a hívő emberek felé szól. A hívő emberek felé. Nem ám a világ fiainak áll ki ott Jakab és prédikál, hanem a már megtért embereknek beszél. És így szólítja meg őket. Tehát a hívők megszólítása Jakab apostol részéről lesz, parázat férfiak és asszonyok. Döbbenetes. Igen ám, de itt nem testi paráznaságról van szó. Ugye az embernek rögtön ennek a szónak a hallatán az éppen, hogy na hát, micsoda feslett életűek ezek a hívő emberek, akiket itt Jakab apostol megszólít. Nem, itt nem a testi paráznaságról van szó. Férfiak, asszonyok életében ugye akkor következik be a testi paráznaság, amikor a férjnek barátnője, a feleségnek pedig barátja van. Ugye ez a testi paráznaság. Ezzel megszegték a házassági esküjüket. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek. Ugye ez benne van az eskü szövegében a református liturgiáknak. De itt nem konkrétan erről beszél Isten igéje. Jobban vagy Jakab apostol. Hanem van lelki paráznaság is. Hát az pedig mi? A lelki paráznaságnak a lényege, testvérek, az, ami a testi paráználkodásnak az esküszegés, és a hűtlenség. A lelki paráznaságnak ugyanez az alapja. Az esküszegés és a hűtlenség. Hiszen kereszteléskor eljegyeztek a keresztséggel, a kereszt vízzel. Jézus bűntörlő vérének a jelével. Az Úr Jézus Krisztus számára. A keresztség ezt jelenti. A keresztelés. Sajnos nagyon fellazult a mi református egyházunkban ez a gyakorlat. Én nagyon fájdalommal veszem azt tudomásul, hogy nem minden megszületett gyermek, például a mi gyülekezetünkben is, kerül megkeresztelésre. Nem, már kiskorban nem tartják a szülők, vagy nagyszülők, vagy a család fontosnak, hogy eljegyeztessék az a gyerek az Úr Jézus Krisztus egyházának tagjává, az Úr Jézus külön, az Úr Jézus Krisztus számára az a gyerek eljegyeztessék. Borzalmas. Tehát itt az esküt még a szülő és a keresztülő teszi meg. És ez az eljegyzés a Jézus Krisztus bűntörlő vérének jelképe, ezzel gyakorlatilag az ő mennyasszonya lette. Mármint a Jézus Krisztus mennyasszonya lettem már pici-pici korban is. Mert ő eljegyzett magának. Aztán jön a konfirmáció. Konfirmációkor magam veszem magamra öntudatosan ezt a fogadalmat. És újítom meg minden urvacsora alkalmával ezt a fogadalmamat, amit a konfirmációban először megfogadtam. Nagyon fontos lenne, testvérek, komolyan vennünk a gyermekeink konfirmálását. Nagyon fontos lenne komolyan venni a gyermekeinknek a megkeresztelését.
Mert mit ígérek a kereszteléskor, mint szülő? Úgy nevelem és neveltetem, hogy majd, ha ő odaérik, maga tegyen vallást az ő hitére. És ez a maga tegyen vallást hitéről a konfirmáció, de nekem úgy kell nevelnem. Olyan szörnyű számomra és olyan rettenetes, amikor ugye felhozódik a konfirmációnak a témája, hogy szeretne konfirmálni a gyerek, vagy nem szeretne, az anyuka megbeszéli a gyerekével. Nem tudom, tiszteletes az, hogy majd megbeszélem a gyerekkel. Még borzalmasabb számomra, bár nem konkrétan ide vág, de azért ugyanez a témakör, amikor az óvodában beszélgetünk a szülőkkel, hogy szeretné-e beiratni a gyereket hittanra, mert ugye óvodában is van hitoktatás, és akkor azt mondja nekem a nagyon modern anyuka, aki nagyon modern és nagyon tutira akarja a gyermekét nevelni, hogy majd megkérdezem azt majd, amit a gyerek akar, majd ahogy ő dönt, könyörgöm, 3 évesen. Ahogy majd dönt a gyerek, egy idegen asszonnyal szemben, mikor először meglát, akarsz a nénihez menni? Persze, hogy nem. Pláne, ha még visszafogott a gyerek. Hát még épp akkor kezd, még szokatás alatt van az óvodában is, még az óvónénit is szoknia kell. Volt, hogy megkérdeztem az ilyen modern gondolkodó édesanyától, hogy bocsánat, kedves anyuka, nem akarom megsérteni. De meg szokta beszélni a gyermekével, hogy most éppen, ha a gyermeke azt kívánja, hogy télvíz idején kis pelerinbe vagy ebbe-abba menjen az óvodába, akkor megengedi neki. Vagy megkérdezi tőle, hogy drágám, holnap húsleves legyen az ebéd, vagy pedig pörkölt, vagy pedig épp mit szeretnél, drága csillagom. Talán a 3 éves gyerek azt se tudja, hogy mi a húsleves, meg a pörkölt, meg az egyebek. Annyit tud, hogy enni való. És hát nagy csodálkozva nézett rám, hogy hát természetesen nem. Mondom, akkor honnan gondolja, hogy ez a szegény gyermek, hogy ő református hittanra akar menni, erkölcstanra akar menni, vagy katolikus hittanra akar menni, vagy egyáltalán mit akar? Hogy gondolja, hogy mégis terhelheti ezzel a saját gyermekét? Abszurd. És nem veszük észre, hogy abszurditás, amikor mi nagyon moderneknek akarunk látszani. És bizony testvérek, amikor megígérjük a keresztségben ezt, ez azt jelenti, hogy kötelezettséget veszünk magunkra. Úgy neveled és neveltetem, hogy 14 éves korára az a gyermek önként tudjon vallást tenni az ő hitéről. Mert a gyermek nem tulajdon, hanem sáfárságra kapom. Sáfára vagyok neki. Istentől kapott ajándék. És azért kapom, hogy felnőtt, hitvalló, Isten dicsőítő és hasznos társadalomnak hasznos tagjával tegyem ezt a felnőtt ember, aki megáll a lábán, és termel, és szolgálja az Istennek dicsőségét. Drága testvérek, tehát erre kapom a keresztségben, ezt fogadom meg. És ezt fogadja meg a gyermek a konfirmáció alkalmával. Hogy igen, én hiszem azt, amit a szüleim megfogadtak, és most saját életemre nézve is, elkötelezem magam ezen az úton. És innentől kezdve ezen az úton járok. És így válok felnőtté a hitben és a gyülekezet számára. Így leszek Krisztusnak testévé. Így leszek az ő szolgatása. Így leszek az ő gyermeke az Istennek, az én megváltó Istenemnek. És így leszek az ő tanítványává. Drága testvérek, és ezért nagyon fontos az úrvacsora is. Az úrvacsorázás miért? Mert mindig megújítom ezt a hitemet, ezt a fogadalmamat. És fogadalmat teszek arra, hogy Uram, megint van egy csomó minden, amit elkövettem, meg még jutott is eszembe, hogy a múltkor azt elfelejtettem megbánni. Uram, itt vagyok előtted, megüresítem magam, kérem, várom a te kegyelmedet, és a te lelkedet, aki engem megerősít. Testvérek, Izrael is elkövette ezt a lelki paráznaságot, hiszen hűséget, engedelmességet fogadott, mint az ő népe, mint Istennek népe, vele szövetséget kötő urával, és néhány nap múlva
hűtlen lett szövetségességhez, az ő hűséges urához, és az egyiptomi bálvány körül ugrabugrált, és ott táncolt, és testileg is paráználkodott. Mert nem csak lelkileg, de mi a lelki paráznaság? Az, hogy hűtlenné lettem Istenemhez. És behódoltam egy pogány Istennek. Az Isten helyére oda tettem egy valamilyen öntvényt. Ugye jelen pillanatban az aranyborjút. És azt imádom. És nem tudom mennyire tudják ezt a testvérek, a pogány rituáléhoz, a bálvány áldozatokhoz, hozzátartozott egyfajta rituális paráználkodás. Erre voltak hölgyek is, urak is. És ez is része volt a bálvány istennek bemutatott áldozatnak. Ez része volt, hogy paráználkodtak testileg is. Ez rettenetes, és ezt tette a szövetséges, az Istennek népe, a kiválasztott Izrael. Hűtlenné lett az ő szövetségeséhez, az Úristenhez. A proféták gyakran ostorozták a parázat Izraelt, mert a pogány bálvány istenekhez pártolt. A hívő férfinek és asszonynak ki lehet a barátja, aki hűtlenné teszi mennyasszonyához, Jézushoz. Ez úgy megfogalmazódhat most bennünk. Ugye Jakab itt nyilván ebben az értelemben beszél, a lelki paráznaság tekintetében beszél. Hívő ember, hogy lehet, vagy miként lehet, vagy ki ez, akivel Jézus ellen tud tenni? Meg a testvérek meg is jegyzi, és ki is mondja itt Jakab, hogy igazából ki az, ez a világ. A világ, akivel mi paráználkodni tudunk, hívő ember. Nem ez a teremtett világ, amelyet az Úristen megteremtett a mi számunkra, amit azt nagyon sokan gondolják, hanem aminek fejedelme a sátán, a sötétség fejedelme. És ez a világ nem terület, tehát nem egy földrajzi meghatározott hely, hanem az állapot. Ez egy állapot, amikor a világgal paráználkodunk az Isten ellen. Azaz, a léleknek az elhidegülése, eltávolodása Istentől, a hűséges, szövetséges urától. Tehát az Istentől elfordult, Isten ellenes gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, vagy cselekvési mód, amit világnak nevezünk. Tehát ebben a teremtett világban, és ebben az Isten ellenes életformában élünk. Amikor azt mondjuk, hogy jaj, de rossz ez a világ. Ugye hányszor szoktuk mondani? Hányszor sajnálkozunk felette? Hányszor vagyunk vele úgy, hogy ma hát, és tényleg felháborít bennünket, szinte szívünk mélyéig. Mindig ez utóbbit értjük alatta. Tehát ezt a világias gondolkodást, ezt a cselekvésmódot, nem magát a teremtettséget, mint olyan. És rá a testvérek, ez nagy hatással, vonzó erővel van Isten gyermekeire is. Barátságban akar élni a hívő a világgal, sok mindent megtesz ennek a kedvéért. Nagyon sokan a középutat szeretnék választani, ami viszont nincs. Középút nincs. Nagyon jól tudjuk, testvérek, hogy nem tudok egyszerre jobbra és egyszerre balra is elindulni azonos időben. Nem lehet. Nem lehet. Lehetetlen. Lehetetlenség. Ez az Isten szerinti út, ez meg a világ gondolkodása szerinti út. Nem lehet egyszerre járni mindkettő. Vagy jobbra, vagy balra. Olyan, hogy langy meleg nincs. Azt mondja az Úristen, utálatos előttem, kiköpöm a számból. És ha ellene fordulok az Istenének, ha nem azt járom, nem akarok én ellene fordulni, csak most egy kicsit ide fordulok. És amíg egy kicsit ide fordultam, annak rögtön hátat fordítottam. Akaratlanul is.
Ha pedig az Úristennek akarok engedelmeskedni, akkor felé fordulok, akkor viszont hátat fordítottam az ördögbe. És a világ szerinti gondolkodásmódnak és útnak. Nem lehet. A kettő együtt nem megy. Tehát, drága testvérek, azt mondja itt az Istenek igéje, nagyon komolyan figyelmeztet bennünket. Parázna férfiak és asszonyok, vigyázzatok! A hűtlenség, a világ barátsága Isten ellenségévé tesz. Ez vagy tetszik, vagy nem, és nem vita tárgya, hanem fény. Tehát ha barátkozom a világgal, egyenesen arányos, ellensége vagyok az Istennek. Ez ennyire egyszerű. És magyarázhatjuk szépen, mosolyoghatunk hozzá, a tény attól tény marad. És ha az Istennek ellenségévé leszek, kizáratok a mennyei dicsőségből. És kizáratok az örökségből. Nem lehet kétfelé sántikálni. Azt tudjuk jól, hogy az ószövetségi törvények szerint a paráznára halál vár. Megkövezték. Gátlástalan. Ez volt az ítélet. Rajta kapták ki a főtérre, kövek kézbe, és annyi neki. És megkövezték, és halálra kövezték. És senki nem könyörült rajta. A lelki paráznára is, mint Isten ellenségére, testvérek, rettenetes halál vár. Rettenetes halál vár. A hűtlenség, a házasságtörés Jézus szerint az egyetlen váló ok. Olvassuk csak el Máté evangéliumának 5. részében a 32. verset. A hegyi beszédnek egy részeként hangzik ez. Mi lesz, ha világgal való barátság miatt Isten elválik tőlem, és a sorsomra hagy? Belegondoltunk mi már ebbe valaha? Mert általában úgy szoktunk gondolni az Istenre, hogy ó, hát Isten jó Isten. Meg a jó Isten kell, majd csak megkönyörül. Hát az Isten szerete. Isten nem tesz olyat. Hát ő nem akarja a bűnös halálát. Ami egyébként valóban igaz. De ha az a bűnös nem akar megtérni, akkor önmagát zárja ki. És Isten nem fog megkönyörülni, testvérem, ha nem adtad át az életedet, még éltedben, az Istennek, az Isten uralma alá, ott az ítéletben, majd mikor visszajön, ugye adventben vagyunk még most, várjuk a visszajövetel, Adventus Domini azt jelenti, hogy az Úr visszajövetele, ezt jelenti az advent, ami számunkra, nem a kis Jézuska megszületését jelenti, hanem a visszajövő Úr Krisztusnak a megjelenését jelenti, ezt a váratalmat jelenti a mi számunkra az advent, és ő megjelenik, mint ítélő bíró, semmire nem lesz tekintettel. Arra lesz tekintettel, rajta van-e Jézus vére, elfogadta-e személyes megáldást, vagy nincs rajta. Rajta van, gyertek atyámnak áldottai. Nincs rajta, távozzatok tőlem az örök tűzre. És nincs más lehetőség. És ideje lenne testvérek komolyan venni ezt a dolgot. Ideje lenne elhatárolódni. Olyan rettenetes, amikor végignéz az ember egy társaságon, nem tűnik ki számomra, hogy ki az Isten hívő és ki nem. Nem rettenetes ez? Pedig ki kéne, hogy tűnjön. Viselkedésben, beszédben, cselekvésben, magaviseletben, mindenben. Mert az más. És hogyha vannak olyanok, az viszont kitűnik. És az rögtön észrevehető. És rögtön közösen dobban a szív. És testvéré válik. Ezer idegenel is. Hogyha még előtte nem találkoztunk, testvérré válik. Rögtön és azonnal. Mert egy a lélek. Drága testvérek, nagyon fontos és nagyon sürgető tehát ez a figyelmeztetése az igének, mert Isten azt mondja, hogy az ellenségeit lába alá tiporja. Ettől akar megmenteni bennünket az Úristen. Ezért szól hozzánk az ő igéje. Ezért mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek. Így, ugye nem látjuk világosan ez ige értelmét. Isten megengedi, hogy a lélek irigykedjen. A régi fordítások és az új fordítások adják meg az értelmet, féltékenyen őrzi a lelket. Mi a féltékenység?
A férfiú haragja, mondja a példabeszédek 6.34. A férfi akkor féltékeny, mondjuk a feleségére, ha a barát veszedelme mutatkozik. Félti a feleségét, hogy másé ne legyen. Így van valami rokonság, az irigység, meg a féltékenység közt. Félti, irigli mástól a saját feleségét. Istennek bizony van oka féltékenykednie rám a világgal szemben. Miért? Mit mond a Szentírás? Mert család a szív. Család a szív. Ezért őriz féltékenyen. Ha nem őrizne, már, ha csak rajtam állna a dolog, akkor már réges-rég teljesen elcsábított volna a világ. Azért féltékeny rám, mert szeret. Az életét adta oda érte. Megváltott. Kiváltott a bűn rabságából. Nem akarja, hogy az ellenségé legyen. Nem akarja. És ezért véd. Féltékenyen szerető Isten ő. Mózes második könyvében olvashatjuk, ugye? A 20. részben. Ahol a 10 parancsolatot magyarázza az ige. Meg olvashatjuk a 2 Mózes 34-ben, az 5 Mózes 4-ben, a Józsué 24-ben, több helyen ezt a féltőn szerető Isten kifejezést. Mert ő féltőn szerető Úr. Ne szomorítsam tehát a szívét. Ne adjak okot neki a féltékenységre. Ebben a világban kell élnem, de nem e világgal, nem e világ szerint. Jézus is így imádkozik érettünk. Csodálatosan szép imádsága János evangéliummal jegyzi le, hogy Jézus búcsú beszédeiben a 14-15-16-ra 17. rész is. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Isten nem azt kéri, hogy vonuljunk ki és ne vegyünk részt, de hogy is? Hát azt mondja a tanítványok, hogy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Nem kivenni jött bennünket, hanem megerősíteni. Félt bennünket, kívánja az életünket, és ha mi átadjuk neki magunkat, akkor ő őriz bennünket, gondunkat viseli. Ölelő karja átölel, és vezet a lélek erejével, és a léleknek a bölcsességével, ami életutunkon. Mi kell hozzá? Engedelmesség. Elköteleződés az Isten irányába. És hadd kérdezzem meg, drága testvérek, megvan-e ez bennünk? Megvan-e az elköteleződés az Isten irányába? Most én az Isten kegyelmének látom, hogy vannak ezek az alkalmak estéről estére. Csodásabbnál csodásabb prédikációk hangzottak el. Igaz, én eléggé logódiák vagyok ezen a héten, mert eddig még csak 2 alkalmon voltam jelen, ez a harmadik, itt is én beszélek, ugye. De 2-szer hallhattam csodálatos prédikációt, és ha Isten megsegít, akkor holnap is ott tudok lenni, hogyha élek. Nem tudom, mi a meglepetés, ismét mondom, de biztos lesz valami igei része is a dolognak. Legalábbis remélem. És csodálatos prédikációk hangzottak el. Biztos vagyok benne, hogy ugyanez volt Szilvásváradon is, meg tegnap Nekincsendben is. Eljutott-e a szívedig az üzenet? Kinyitottad-e magad az Úr Jézus Krisztus előtt? Látod-e Isten kegyelmi ajándékát abban, hogy ez azért adatott, mert egy nyomorult, bűnös és tékozló fiú, messze vagyok az Istentől, hűtlen életem, paráználkodtam vele szemben. Mert lecseréltem. Lecseréltem a napi rohanásra, lecseréltem a vásárlásokra, erre, arra, amarra. És nem ülök le, és nincs idő Istenre. Gyorsan elhadarok reggel egy imádságot, hogy azért az is rendben legyen, lecsekkoltam, mint ahogy megyek be a gyárba egy bizonyos, nem tudom minek hívják azt a mágnes kártyával, és kész le van tudva. És azt hiszem, hogy ez ennyi elég. Nem elég, testvérek. Mert ha az Istenre nincs időm, akkor neki sem lesz ideje rá. Ez ennyi egyszerű. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akik megvallanak engem az emberek előtt, én is vallást teszek azokról, az én mennyei atyám előtt. Akit viszont nem, azokról én se teszek vallást a mennyei atyám előtt. És az azért nagyon nagy probléma, mert egyetlen közben járunk van, és az az Úr Jézus Krisztus. Amikor a búcsú beszédeiben elmondja, hogy megyek,
hogy helyet készítsek néktek. Jézus elmegy, miért megy el? Mit csinál ő, miután a mennybe visszamegy a földi élete után? Közben jár, értünk az atyát, az atya előtt. Imádkozik, érettünk az Úr testvére, név szerint érted, nap mint nap. A mi emberi felfogásunk szerint a nap 24 órájának minden másodpercében. Isten közben jár, Jézus közben jár az Isten előtt, az Atya előtt. Érted? Meg érted? Felfogtad te ezt a szeretetet, hogy ez mekkora? Azon túl, hogy képes volt előzőleg érted meg halni. És helyetted átvenni a bűnöknek az összes bűnt, meg azok büntetését. És azt még el is szenvedni. És a későbbiekre pedig megnyitni az a lehetőséget a megbánásnak. Hát mekkora szeretet ez? Elgondolkodtál már rajta, hogy mekkora szeretet ez? És hogyha elgondolkodtál, megdöbbentett már? Megállított már téged életutadon? Szerette valaki engem még így a világon? Nincs olyan férfi, aki lenne annyira szerelmes az ő feleségébe, hogy ez túl szárnyalná. Nincs olyan édesanya, aki jobban tudná szeretni gyermekét ennél. Nincs olyan szeretet a Földön, testvére, mint az isteni szeretet irányomba. Nincsen. Megtöbbentett már ez a szeretet valaha. És ezt a szeretetet küldi, üzeni, adja, ömleszti két kezével ránk az Úristen ezen a héten. Képes vagy-e, és kész vagy-e fogadni? Hadd kérdezzem meg, hogy készülsz az alkalmakra? Szoktál imádkozni? Mondjuk előtte, közvetlenül, mielőtt otthon elindulnál. Van 10 perced az Úristenbe? Hogy Uram, megyek erre az alkalomra. Tisztítsd meg az én szívemet, hogy valóban azért menjek, amiért érdemes menni. A lelki táplálékért, bár nagyon csábító utoldalt ez az asztal, az is hozhatja ám ide az ember, nyilván. És nem is baj, hogyha ez is csábi. De van időm arra, hogy a lelki ajándékok előtt kinyissam magam. Hogy elcsendesedjek, hogy az Istentől szent, az Istennel szentől szentbe elbeszélgessek, és azt mondjuk, Uram, veled akarok. Én azért megyek, mert szeretlek téged, és mert akarom, hogy töltsd meg engem. Töltsd meg az életem. Formálj át. Add meg látnom, mi az, ami még mindig paráznaság az életemben. Mi az, ami neked nem tetsző. Mi az, ami nem megy át az ige mérlegén. Vagy szitájá. Adj tükröt elém, Uram, hadd lássak. Mert készülök ugyan a karácsonyra, sütök, főzök, majd bele gebedek, annyi munka van. Takarítok, rendezkedek, csinosítok, díszítek, és mindent csinálok, és szívem teljes melegével várom a családot. Ezzel én is így vagyok. És mindnyáján így vagyok. De várjuk mi az Urat is? Én hadd mondjam el azt a csodálatos történetet a mi evangelizációs hetünkön, mondta el püspök úr, hogy ugye az egyszerű Schusternek a kis története. Nem mondom az egész történetet el, hanem megkérdeztek egyszer egy Schustert, hogy te Schuster, mit csinálsz? Ugye ő szépen nyugodtan csinálja ott a cipőket. Mit csinálsz te, Schuster? Várom az Urat. Várom az Urat. És míg eljön addig, javítatom a cipőket. Nem fordítva. Várom az Urat. Itt vagyunk-e már testének, hogy várjuk-e az Urat? Valóban az Urat, nem a karácsony, nem a kis Jézus, nem a Jézuskákat, amelyek az ajándékok a fa alatt. Borzasztó le van degradálva. A mindenható Isten, aki az életét adta értem. A Fiú Úristen. Kedves testvérek, hiszem, hogy ez az alkalom erre adatott a mi számunkra, hogy megtisztuljunk, és hogy vigyük oda magunkat, és hogy szabaduljunk minden olyan átoktól, ami minket a világhoz köt. Minden olyan száltól, aminek a másik vége az ördög kezében van. Legyen ez hajszál vékony, vagy legyen ilyen hajókötél nagyságú iszonyat. Mind a kettő kötöz. Mind a kettőt el kell várni. Mind a kettőtől meg kell szabadulni, mert mindegy, hogy egy bűnt követek el, vagy 26 milliárdot, így is úgy is kimaradok a mennyből.
És most én nem bújtatok arra, hogy tessék csak nyugodtan 100 milliárdot elkövetni, mert ugyanúgy kimaradok, mintha csak egyet követnék, de az ellenkezőleg. Azt az egyet is, ha csak az az egy van, azt is vágjon el. Mi erre mi ennek az ollója, ami elvágja? Istennek az igéje. Meg az ő szeretete. Meg az ő kegyelme. Meg az ő lelke. Ez mind-mind egybe. És nekem annyit kell tennem, amiről a második rész szól, amit felolvastam a második igének. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Hogyan tudok Isten elé járulni? Hogyan tudok kipakolni elé? Hát a számmal. Imádságban. Anélkül, hogy megsérteném, szándékomban nincs a máshallású testvéreket megsérteni, senki ne ítélje. De a római katolikusoknak ez a fő igéje, a kötelező fülbegyónás szentségének az igazolására. Ez az ige. Mert ugye tudjuk, hogy ott szent jónás van, amikor az illető elmegy a paphoz, és a belül abban. Nem tudom, hogy neki ugye. Fülkének, nem tudom most jobban, hogy mondja. De ez a hivatalos nem? Jó. Gyóntató szépen, és úgymond fülébe súgja a papnak, ami azért hangosan hangzik el, a különböző bűneit. De mint megtudtam, nem nevezi néven, hanem a bűnök csoportosítva vannak. Elkövettem ennek és ennek a bűnét, annak az irigységnek bűnét, paráznaság bűnét, annak a bűnét, ahogy kérdezik. És akkor a pap szépen megbocsát Isten nevében. Tehát a bűnvallást már az Ószövetség is parancsolja. Vallja meg, mondja Mózes harmadik könyvében Isten igéje, vallja meg, hogy mi az, amiben bűnössé lett bűnvallásának napján. És ez a fenti ige is, ami a Jakab apostol leveléből szól, ez az ige is parancsolja a bűnvallást. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért. Tegyétek, ez parancs. Ez nem kérés, nem lehetőség. Hanem parancs, tegyétek. Mert szükséges. Mert hozzátartozik a keresztény életünkhöz. Mert enélkül nincs keresztény élet. Ugyan testvérem, mondd meg nekem, mitől hivatolt-e Krisztustól kereszténynek? Még ha belegondolok az Úr Jézus Krisztusba, az ő agyába, nem tudok nyilván, de hogyha én ő lennék, azt így széjjel néznék az Isten népén, meg ezen a teremtett világon, hát én nagyon szégyellém magam, mint atya. Édes Istenek, micsoda gyerekeim lettek. Nem árt néha ezek mögé tekinteni, és ezekbe belegondolni. Mit szoktunk mondani a gyerekeinknek? Szégyen nem hoz a fejemre. Vigyázz magadra. Aztán, ahogy neveltelek. Szó ne érje a ház elejét, és még hosszan sorolhatnánk ezeket a nagyszerű intéseket. Nem az intésekkel van a baj, hanem hogy látjuk, mennyire fontos nekünk a saját nevünk becsülete és tisztasága. Fontos-e ennyire, ami keresztjénségünk, keresztjén nevünk? Fontos-e nekünk ennyire, hogy ne hozzunk szégyet az atyára, a mi családunkra, a keresztjénségre? Fontos-e? Testvérek, parancsolja az ige a bűnvallást, és lassan már be is fejezem, de kinek? Ez még egy kérdés. Parancsolja, valljátok egy bűneidet, de kinek? Nem a papnak. Nem ezt parancsolja az ige, hogy menj el a paphoz, és neki mondd el. Nem a papnak, hanem egymásnak. Egymásnak. A bűn nagy teher. Különösen akkor, ha rám szakadt. Ugye rám szakadnak bűneim. Szoktuk mondani, jaj, úgy rám szakadt a bűn. Ez meg ez. És mindenki szeretne könnyíteni ezen a terhet. Keres valakit, akiben megbízhat, akinek kijönthető szívét, megvanhatja a bűneit. Nem úgy, mint egy ismeretlen papnak, hanem mint egy lelki testvérnek.
nem fülbe súgva, hanem szemtől szembe hangosan. És nem kötelező parancsra, hanem enyhén. A gyónási törvény szerint a pap bocsátja meg Jézus nevében a bűn. De testvérek, most jöhet hozzám valaki azzal, hogy bocsássa már meg a bűnömet. Én nagyon szívesen megbocsátok az illetőnek, amennyiben a bűne ellenem elkövetett. Tehát ha ellenem követett el bűnt, akkor jöhet hozzám, és akkor én meg tudom neki bocsátani. Tehát az ellenem elkövetett bűnt tudom csak megbocsátani. A mások ellen elkövetett bűnt nem tudom megbocsátani. A pap büntetésű szabja ki az imádkozást. Ugyanannak az imádságoknak gépies elhabarásával, elmondásával. Ez két szempontból is helytelen. Az első. Istennek talán legnagyobb földi ajándéka az ember számára az az imádság. És az imádkozás büntető eszközé alacsonyítja az elhavart imádság nem Istennel való beszélgetés. Sőt, ott vannak az ima malmok. Fordít egyet rajta, megfordul vagy háromszor, négyszer, ötször, 25-ször, hasábokra van bontva az ige, elment vagy 150 rögtön azonnal, egy kézmozdulatra. Tehát büntető eszközé teszi az Istennel való kapcsolatot. És mi értelme van ugyanazt az imádságot többször is elmondani? Isten egy szóból is ért. Még gondolataimat is tudja, ezt mondja az ige. Jobban ismer engem, mint én magamat. Tehát ez az egyik. A másik, könnyelművé tesz a bűnnel szemben. Én már nem egyszer hallottam ilyen vélemény, hogy védkezhetem, meggyónom, leimádkozom. Pont. Könnyelművé tehet. Hiszen nem kell félni az Istentől, nem kell félni az Isten büntetésétől. Leimádkozom, majd a pap megmondja, hogy mennyit, hányszor, mikor, szóval. El vagyok intézve. És vannak testvérek, akik így gondolkodnak. Vannak olyanok is, akik nagyon komolyan veszik, a katolikus testvéreink között is, akik tényleg őszintén oda mennek, és azt végzik el, hogy a önmagányban mondja teljes szívükből, lelkükből. Tisztelet, becsülöm érte őket. Lelki testvéremnek vagy lelki pásztoromnak valljam meg, és együtt imádkozzunk egymásért. Ez nagyon lényeges. Nem büntetésből, hanem kegyelmi ajándékképpen. Úgy tudok igazán imádkozni a másikért, ha tudom, mi a baja. Ha tudom, mi a kísértése, vagy kísértései. Milyen bűnöktől akar megszabadulni. Milyen bűn marta sebekből akar meggyógyulni. Tehát egymásnak nem egy meghatározott, hivatalos személynek. Nem olcsón felszabadulni a további vétkezésre, hanem meggyógyulásra. Egymásért. Egymásnak elmondva. És ez már előfeltételezi testvérek azt, hogy a testvérek mondom el. Ugyanúgy hívjuk testvérek. És ez már is közösség. Az Isten ezért tanácsolja ezt, Jakab ezért tanácsolja ezt, az isteni szót, mert ez azonnal közösségre teremt. És erre az Úr Jézus azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Mert az a bűnvallás hiába nekem mondja el szemtől szemben, de az az Istennek szól. És ott van mellettem megerősítés gyanánt, és ott van mellettem háttérként, mert még az sem árt, hogyha van egy háttérimádkozó közösség. És ez lassan-lassan kiépül. Vagy gyorsan-gyorsan kiépül. Ez a lényege. Ezért egymásnak. Mert rögtön közösséget teremt, innentől kezdve erő. És innentől kezdve az ördöggel szemben egy nagyon hathatós eszköz, és mert hogy ez egy harc is egyben a bűnömet megvallani. Meg a testvérek! Tehát akkor tudok őszintén könyörögni,
igazán imádkozni a másikért, hogyha az kinyitotta a szívét. És a bűnét néven nevezve, nem általánosságban imádkozom. Felismert néven nevezett betegséget lehet csak igazán gyógyítani. A néven nevezett leleplezett bűn elveszti erejének nagy részét. Az egymásért való imádkozás célja, ugye az a gyógyulás. Az biztos orvosság. Nagyon kedves gyerekkori emlékem van nekem erről a név szerinti megvallás, bűnvallásra, hogy édesapám prédikációjában hangzott-e kisgyerek voltam, még azért maradt meg bennem. Egy gyerekekről szól, hogy amikor a gyerekek játszanak, ezt a nagyvisnőiak tudják, ismerik, mert ott elmondta a prédikáció keretén belül, amikor a gyerekek játszanak, bújócskáznak, fogócskáznak, akkor ugye van egy hunyó, az elszáll ameddig addig, a többi addig eltűnik. És mikor a hunyó előjön és azt mondja, hogy te ott gyere elő, mert látlak, ki fog megmozdulni? Senki. Hát hülye lenne előjönni. Általánosságban. De hogyha azt mondja a hunyó, hogy te Pisti, te ott vagy, a nagy diófa mögött, mert látom az öt blúzodat, gyere elő, akkor Pistinek nincs más teendője, mint előjönni, mert leleplezték. Néven van nevezve. Ezt jelenti a néven nevezett bűnvallás. Tudnom kell, mi a bűn az életemben, név szerint kell, hogy teherré váljon, és név szerint kell, hogy attól szabadulni akarjak, se is legyen. Ez nem lehet másképp. Honnan tudom, mi a bűn? Az ige mondja rá ki a szót. A végszó. Isten az ő igéjében, az ő lelke által világosítja meg előttem. És ez a biztos orvosság, ha imádságban letehetek Isten elé. Igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgésem. Az igaz ember nem tökéletes, hanem Krisztus kegyelme által megigazult, bűnbocsánatot nyert hívő ember. Hasznos a buzgóságos könyörgés. Magányosan is, meg közösségben is. Hasznos az imádkozóra, mert ő maga is áldást nyert. Hite, felelősségérzete, szeretete növekedik, és látóköre tágul. Hasznos annak, akiért imádkozik, mert akár gyógyítható, akár gyógyíthatatlan betegségről van szó, mindkettő esetében hasznos. Volt eset, meg is ismétlődött, amikor édesapám magyarázta el, és ez vele történt meg, amikor édesanyámnak nagyon súlyos, elég erősen migrénes fejfájós volt, és ilyen görcsös fejfájás gyötörte, Isten felindította a szívét, hittel buzgón, könyörögve imádkozott érte, és néhány perc múlva pillanat alatt megszűnt a fejfájás. Ezt megtapasztalták több alkalommal. De vajon meggyógyulhat-e imádságra a gyógyíthatatlan beteg? Ugye ez mindig úgy benne van a kíváncsiskodásunkban és a mi lelkünkben, kérdésünkben. Van egy csodálatos gyógyulás. Hozzám meg még percek alatt. Van sok keresztény, aki szerint a csodák világa lejárt. Ma nincsenek csodák, szokták mondani, és hirdetik nagy hangosan is. De figyeljük meg, mit mond az írás. Márk evangéliumában azt olvashatjuk a 16. részben, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Nem írja, hogy mikor. Ez az ígéretét Jézus minden mai napig nem vonta vissza. Ez ma is él. Ez ma is érvényben van. És mit mutat a tapasztalat? A nagy ébredéseket mindig kísérte a csodálatos gyógyulások sora. Én ugyan már csak elmondásból tudom, de ismertem azt, aki megtapasztalta ezt, aki ismert egy hívő férfit, meg egy hívő nőt, akiknek saját szájukból hallottam, hogyan gyógyultak meg hitre, imádságra azonnal 18 éves gyógyíthatatlan betegségükből. Vagy ott van Göbel Tínának az esete. Bélrák utolsó stádiumából gyógyult meg azonnal hívő testének buzgó könyörgése által. Régen az ébredés idején egy alcsúti konferencián, amelyen mintegy 3000-en voltak,
túlnyomó részben hívő emberek, több gyógyíthatatlan sántor gyógyultan ment haza. Egy megszállt fiatalemberből kiment az ördög. Testvérek!